Vendégem, Váci Dani. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtuk a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. És ezen az első kérdésem, hogy mi okokból láthatunk téged itt a színházban, milyen utómódon szoktál te ide kerülni? Hát általában meghivatlanul idejövök, beszélgetek a színpadra, és ott maradhatok. Ennyi. Nem egyébként. A Beáki Péter színházigazgató Dedesz szokott szólni nekem, hogy esetleg be tudnék-e ugrani, konferálni, verset mondani, és akkor emiatt szoktam én fellépni a színpadra, hogyha lehet ilyet mondani. Köszönöm, meghalljuk. És mi volt a legelső fellépésed? Emlékszel-e rá? Fú, hát a legelső... Ezt most úgy mondom, mintha több évtizeddel fellépnék, de tényleg nagyon régen volt már a legelső. Én úgy emlékszem, hogy a Csajogányokkal, a Nagy László Gimnázium kórusával és Múlt Ádám barátommal adtuk elő az Élvezdet itt, az volt talán az első legnagyobb. A Csajogányok Facebook oldalon fent van, a saját Facebook oldalot keresenek, rámézek. Szerintem ez volt az első, ami tényleg ilyen nagyobb boldog volt. Ez talán 2017-ben volt, úgy emlékszem. Nem tudom, de láttam is, tényleg nagyon önélyesek voltak is. Köszönjük szépen. Ugye te ott rappeltél, és azóta foglalkoztál zenéléssel, mondjuk énekeltél, vagy írtál dalokat, rappeltél, csináltál között, vagy bandát, vagy... Bandát nem csináltam, és énekelni sem tudok. De ilyen kisebb rap számokat szoktam csinálni, és szerintem mindig közel állt hozzá a zenélés a kórus miatt is, ahogy említettem, és az utolsó két évben én vettem át a K-Hunt, ezt az dobot a kórusban, és én játszottam rajta, úgyhogy azóta is zenélek egyébként, de nagy szerepet játszott a kórusban eltöltött időszak, és Dunai Péter tanár úr motivációja. Úgyhogy igen, zenélek azóta is. Te most végzős vagy a gimnáziumban, és a jövőben ilyen irányba fogsz tovább tanulni, vagy először valami más fogsz, és majd utána, vagy nem terveztél így ennyire előre, hogy most mi lesz a zenéléssel? Én a zenélést csak hobbiként űzöm, és tényleg csak így a zene szeretete miatt csinálom ezt. Pécsre adtam be a közgazdaságtudományi karra a jelentkezésemet, és oda szeretnék menni, úgyhogy ez a terv érettségi után, de hát mindenképp szeretnék ide is jönni, és zenélni, és ezt addig csinálom, amit szeretem, úgyhogy fogok, tehát ezt folytatni fogom, de nem ilyen irányba fogok elhelyezkedni, hogyha lehet ilyet mondani. Akkor sok sikert kívánok! Köszönöm szépen! És van-e kedvenc filmed, vagy kedvenc színdarabod? Kedvenc filmem van. Ez a Viharsziget. Mindenkinek ajánlom, egy eléggé csavarokkal teli film, Leonardo DiCaprio főszereplésével. Kedvenc színdarabom pedig nincsen. A Sógolyuk előadásait, több előadásukat is láttam, több színdarabjukat is. Nekem az összes tetszett, végig rögtem azokat, úgyhogy kedvencem nincsen, az összeset szeretem. Én is, nagyon jó szoktak lenni. Hogyha csinálhatnál egy színdarabot, rendezhetnél egy filmet, vagy játszhatnál egy filmben színdarabban, van-e mondjuk egy ilyen álmod, hogy mondjuk egy akciófilmben tökszívesen lennél a főszereplő? Hát álmom nincsen, ilyenre még nem gondolkodtam. Én a saját életemet egyszer megfilmesíteném, az nagyon jó lenne. Az érdekes lenne, nem azért, mert olyan izgalmas, csak szívesen látnám magam kívülről, ahogy szerintem mindenki, de egy ilyenre kíváncsi lennék. Persze felturbozza. De majd meglátjuk, kiderül majd a jövőben, hogy lesz-e ilyen, de egyelőre nem látok rá sok esélyt. Hogy fog alakulni a nyarad? Mert most már itt vagyunk, hogy jó.
elején. Igen, igen. Nyár. Ez sok, hát szerintem ez sok mindentől függ, ugye most a vírus helyzet miatt sem tudok érdemben gondolkodni erről, és érdemben tervezni a nyaramat. Mindenképp dolgozni szeretnék, valamit egy, ugye most már nem diák munkát, hanem egy teljes állásban szeretném végig dolgozni a nyarat, meg természetesen így érettség után budizni is szeretnék. Lesz is egy budi majd az osztálytársainkkal, azt is nagyon várom, és nem tudom, szerintem ez a kettő, ami így a dolgozás és mellette azért szórakozni is szeretnék. Ugye említetted, hogy az osztálytársaiddal lesz egy közös bulitok, és milyen volt így ebben a helyzetben leérettségizni, és azért most nektek nem olyan a búcsú, ezért az utolsó időszakot nem együtt töltöttétek életeteknek ezt a szakaszát, most nem együtt zártátok le. Ez így milyen volt? Nagyon bonyolult volt szerintem. Én úgy gondolom, hogy érdemben még nem tudtunk elbúcsúzni egymástól, azért szerintem ezt többen így gondoljuk. Ugye az utolsó két hónap volt az online oktatás, és tényleg furcsa volt nagyon. Tehát ilyen videóbeszélgetéseken kaptuk az anyagot, a tanármaink egyébként nagyon aranyosak voltak, meg mindannyian mindent beleadtak, és így voltunk egy chatben, de hát élőben nem nagyon tudtunk találkozni, szerintem még nem tudtunk elbúcsúzni. Viszont június 12-én megrendezésre kerül végül is a vallomásunk. Az iskola vezetés úgy döntött, hogy megtartják, és akkor szerintem ott tényleg le tudjuk zárni ezt az 5 évet. Ez nagyon jó. Igen, ez jó lesz. Jöjjön az utolsó kérdésem, mi a kedvenc emléked, ami ide kötődik ez a színházhoz? A kedvenc emlékem talán a szalagavató, ami most volt január végén, mert nagyon jó volt, nagyon jó érzés vett körbe, amikor felléptem a színpadra, mint szereplő, de egy kicsit más értelemben. Mert ugye ott voltunk körülbelül 50-en az egész év folyam, de mellette hogy én már jól ismertem az itteni személyzetet, az igazgató urat, ugye Deáki Péter Dedeszt, a hangosítót, Haraszti Márkot, Haraszti Audio, ezt is keressék be a nézők, ezt muszáj volt elsütnem. És tényleg nagyon jó érzés volt, hogy azokat is ismerem, akik ezt rendezik, és természetesen azokat is, akikkel ezt megéljük. Nekem ez a legszebb emlékem erről, az arrolható. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, szerintem még itt a színházba fogunk találkozni, mert... Nagyon biztos vagyok, és köszönöm a meghívást. Sziasztok! Sziasztok!